tahítótfalui óvodák gyermekei idén új helyszínre vonultak Szent Márton napján. Szent Márton a Római Birodalom területén, Szavariában, a mai Szombathelyen született. Apja jómódú katonatisztként szolgált, s jutalomból Itáliában kapott birtokot. A család így ott telepedett le. Márton 12 évesen úgy döntött, hogy felveszi a kereszténységet. Szülei ezt nem nézték jó szemmel. Apja akaratára 15 évesen belépett a hadseregbe. Fiatalkora miatt 4 évig egy kiképző egységnél szolgált, majd 19 évesen lett legionárius. A feljegyzések megemlítik segítőkészségét, jó indulatát. Egy hideg téli este egy nélkülöző koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki és vertek meg. Márton saját köpenyét kardjával kettévágta, egyik felét a koldus vállára borította. Álmában Jézus jelent meg a koldusnak adott köpeny darabban, ezt követően 22 évesen megkeresztelkedett. Később kilépett a hadseregből, mondván, eddig a császárt szolgálta, mostantól Istent akarja szolgálni. Visszatért szülei földjére, itt a falvak lakóinak térítésével foglalkozott. 45 évesen megalapította az első európai szerzetes kolostort. 55 éves volt, amikor Túr püspökévé választották, ő azonban tiltakozott megválasztása ellen. A legenda szerint egy libaolban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gálgogásukkal. A tahítótfalui óvodák idén új helyszínen ünnepelték Szent Márton napját. A rendezvény részleteiről Bánáti Anita intézményvezető beszélt kameránknak. Ma rendeztük meg a tahítótfalui óvodák Mártonnapi lámpás felvonulását, és idén első alkalommal olyan formában rendeztük meg, hogy a két óvodából indultak el az odajáró gyerekek, illetve a családok, és itt Tahítótfalu piacán gyűltünk össze a lámpás felvonulás végén, és itt egy kis közös ünnepléssel, libazsíros kenyérevéssel, meleg teával emlékeztünk meg Szent Mártonról.